2016 nyarán 6 Honvédban töltött utánpótlás év után szerződött a Stoke Cityhez, ahol az U18-as csapatban a Premier League szezonban 9 meccsen 3 gólt szerzett. Van magyar társa is egyébként a klubnál. Az U19-es magyar válogatottban pedig ott volt az EB-selejtezőkön az elitkörbe jutva. Szerető Krisztófer labdarúgót kapcsoljuk már is. Szia Krisztófer, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Amikor legutóbb beszélgettünk, azt mondtad, hogy szeretnél mielőbb a Stoke U21-es csapatában stabil csapattag lenni. Az U23-ban játszottál már egy meccset. Az, hogy még egy szinttel följebb lépjél az U18-hoz képest, ahhoz mennyire állsz közel? Ugye játszottam egy meccset, ez nagyon jól sikerült nekem. Most meg minden nap fönt edzek U23-ba, és most nagyon közel vagyok már ahhoz, hogy rendszeresen ott játszok U23-ba. Az eddigi lehetőségeiddel teljesen elégedett vagy, tehát mennyire fokozatosan kell előre haladni, mekkora léptekkel lehet haladni, hogy az ember megvalósítsa ezeket a céljait és álmait? Hát úgy gondolom, hogy ezt a lépést előtte meg kell tegyem, hogy előtte belépek a felnőtt futballba, úgyhogy szerintem ez egy kihagyhatatlan lépcsőfok. Amióta ott vagy, az egyéni képességeidet illetően mi az, amiben a legtöbbet fejlődtél szerinted? Hát szerintem, amiben a legtöbbet fejlődtem, az a védekezés. Ugye itt belém verték azt, hogy hátra kell menjek védekezni, ami Magyarországon nem nagyon sikerült. Úgyhogy szerintem ebben fejlődtem a legtöbbet. Krisztófer, na ezt mondd meg, hogy lássuk a különbséget. Miért nem sikerült ez Magyarországon, és miért tudták beléd verni ott? Hát Magyarországon nem nagyon követelték meg ezt tőlem, hogy visszamenjek védekezni. Mindig meg voltak elégedve azzal, hogyha csak előrefele játékban mutattam olyan dolgokat, amiket az edző megkövetelt. Ja, értem, itt viszont szó szerint beléd verték, tehát nem volt pardon és nem volt apellát, ha csinálni kellett. Hát itt inkább azt mondják, hogy védekezzek, mint hogy előrefele játékban jól legyek. Csak a futball tölti ki most minden idődet? Hogyan telnek a napjaid a pályán, az edzőközponton, az edzésen kívül? Hát az egész napomat a futball tölti ki. Ugye nem sokára jönnek értem, bemegyek, 11 órától van egy edzésem, előtte tanulunk egy kicsit. 11 órától van az edzés, van fél egyig vannak a edzések, utána ebédelünk, utána van egy kondi, utána van egy megbeszélés, és körülbelül olyan 5 óra, 6 óra felé végzünk. Ez általában minden nap így zajlik, kivéve a pénteket és a szerdát. Mit csinálsz olyankor, amikor nem focizol, mire jut még emellett időd? Hát általában, amikor hazajövök, akkor a családdal vagyok, és hogyha úgy teheti időnk, akkor el szoktunk menni. Itt van nem messze egy bevásárlóközpont, és ott szoktuk kitölteni a szabad időnket. Csak ugye az 6 óráig van nyitva, úgyhogy nem mindig sikerül. Stoke-on-Trent egy 250 ezres város, a vérmesebb Stoke City szurkolók. Volt már olyan, hogy megismertek az utcán? Egyszer volt, mikor meccsen mentem és megismertek, egy magyar fiatalember volt, szerintem fanatikus volt, mert mindenkiről tudott mindent, ugye a Mátéról is tudott mindent, a Daniról is, úgyhogy egyszer volt erre lehetőség, hogy megismertek. A nevek, akikre utaltál, Gyolai Dániel és Decki Máté, nem vagy egyedül a Stoke City utánpótlásában. Segít rajtad ez? Miben jelent könnyebbséget, hogy vannak magyarok is rajtad kívül? Hát az elején nagyon nagy segítség volt, mert nem beszéltem angolul. Ugye most már azt mondom, hogy boldogulnék és egyedül is. Ugye tegnap volt az középfokú angol vizsgám, szerintem az is sikeresen leraktam, úgyhogy szerintem most már tudnék boldogulni egyedül, de az elég nagyon nagy segítség volt, hogy itt voltak. All in all, a legjobb döntés volt az odaigazolásod? Hát a fejlődésem szempontjából igen. És úgy gondolom, hogy ami a legfontosabb az, hogy fejlődjek, tehát szerintem 100%-ban ez volt a legjobb döntés. Krisztófer, játszunk el a gondolattal, ha itthon maradtál volna a Honvédban, most hol tartanál? Hol játszanál, milyen játékletes lehetőséggel, melyik csapatnál? Hát ugye, hogyha Honvédban maradtam volna, akkor szerintem közel lennék a nagy csapathoz, mert ugye bár most van az a szabály, hogy játszani kell fiatalnak, és a fiatal egy fiatal cserélheti,
És szerintem, hogy ez, szerintem ott lennék a nagy csapat környékén, vagy NB3 szerintem. Esetleg. Egy biztos, Hemingway úr valószínűleg nem halmozna ezt Tárgázsival. Hát igen. Na most, ilyen szempontból hogy látod a Stoke-ot, és hogy látod a fiatalok Premier Liga sorozatait? Ott szívesebben vetik be a mély vízbe a fiatalabb rúgókat, mint Magyarországon? Szerintem igen. Ugye nagyon sok fiatal, velem egy idős játékos debütált az előző évben, és remélem, hogy ez a lehetőség nekem is nem sokára megadatódik, mert nagyon szeretnék felnőtt fociba játszani már, és kipróbálni a képességeimet felnőtt futballba. Az, hogy a Stoke City hogyan szerepel, a felnőtt csapat, a nagy csapat a bajnokságban, ez, hogy kiesik-e, vagy bent marad, ez befolyásolná a te további karrieredet? Én szerintem nem folyásolná be, de nagyon nem örülnék neki, hogyha kiesne a Stoke, úgyhogy remélem, hogy nem sokára összekapják magukat, és kicsit följebb verekszik magukat a tabellán. Milyen a, van-e egyáltalán már kapcsolatod a felnőtt csapat stábjával? Beszéltél már valaha Hughes-zal, ha arra gondolsz, hogy mikor jöhet össze a Premier League bemutatkozás majd számodra? Hát sosem beszéltem vele, de igazából egy fiatal játékossal sem beszél. Nem tudom, hogy mi az oka. Vannak olyan játékosok, fiatalok, 99-esek, 98-esek, akik már lassan egy éve fönt edzenek, és egy szót nem váltottak, úgyhogy ennek nem tudom, mi az oka. Mondjuk most már nem is fogok tudni vele szót váltani, mert eltanácsolták. Igen. Na, akkor azt mondom, hogy nehogy úgy járjál, mint Hughes, hanem előbb-utóbb sikerüljön a felnőtt futballban és a Stoke-ban ott lenned a nagy csapatnál. Jó munkát hozzá. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Rendben, köszönöm szépen. Sziasztok.